mesélő, varázsdoboz mesélő, kincset rejtő mély erdő, kincset rejtő mély erdő. Nyisd ki ezt a kis kaput, nyisd ki ezt a kis kaput, szemed, szíved így bejut. A közösen elmondott varázsigére ki is nyílt a Papírszínház ajtaja, majd elsőként egy kis szörnyeteg naplójával ismerkedhettek meg a legkisebbek a Huszárgálvárosi könyvtárban még június elején. Minden hónap első szerdáján ugyanis gyermekekkel telik meg az intézmény, ahova 2024. februárja óta papírszínházas foglalkozásra várják a kicsiket és szüleiket. Korábban is volt már arra lehetőség, hogy csoportok, óvodás, iskolás csoportok jöjjenek hozzánk programokra. Ez zömében a könyvtár használati órákkal egybekötött papírszínházas foglalkozás volt, de felmerült az olvasók, használók felől az igény, nem lehetne a kisebb korosztály számára egy-egy ilyen visszatérő foglalkozást biztosítani, és mi is gondolkodtunk rajta már jó ideje, így akkor ösztönzőleg hatott ez ránk, és elindítottuk ezt a programsorozatot. A Papírszínház Japánból ered, a mesélés mellett pedig pedagógiai és foglalkoztató eszközként is használják a szakemberek. A mese minden gyermek egészséges személyiség fejlődésében nélkülözhetetlen szerepet játszik, gazdagítja a fantáziát, a szókincset, fejleszti a kreativitást, de segít a figyelem fenntartásában is. Ezt a célt szolgálja a Papírszínház is, aminek keretében interaktív formában mesélheti el a mesélő a történetet a gyerekeknek. Magának a módszernek az a lényege, hogy egy nagyon interaktív, nagyon közösségi élmény. Ugye a Papírszínház az gyakorlatilag egy ilyen színházzá varázsolja a klasszikus meseolvasást. A meseolvasó előadó, jelen esetben két kolléganő, akik ezt a foglalkozást biztosítják, ők egy nagyméretű keretbe bújtatva csúsztatnak illusztrált lapokat, ezek a mese egy-egy epizódját jelenítik meg. A mesék témáit pedig minden hónapban igyekeznek egy-egy tematika köré építeni, legyen szó jeles napokról, ünnepekről vagy évszakokról. A Papírszínház nem titkolt célja az sem, hogy segítse a legkisebbeket is az olvasóvá válásban. A közös mesék végeztével pedig nem ér véget a szórakozás, hiszen kézműveskedésre is várják a gyerekeket. A Huszárgálvárosi Könyvtár papírszínházas foglalkozására legközelebb július 3-án, szerdán, 10 órától várják majd a legkisebbeket.